Következik az oktatási sorozatunk, ami még egy jó pár részt meg fog élni várhatóan. Ebben az esetben ugye az INSZKÉP elnevezésű programot fogja nekünk bemutatni Fülöp Gergő, azaz Füge, át is adom neki a szót. Jó estét kívánok a kedves tévénézőknek! Az INSZKÉP-pel való ismerkedést egy rövid bevezető prezentációval kezdjük. Ugye? Igen, csinálja csak. Az első dián a Linux alá elérhető grafikus alkalmazásokat láthatjuk csoportosítva. Az első csoport a raster grafikus alkalmazások. Itt azt el kell mondjam, hogy a GIMP-nek nem igazán van vetétársa ezen a területen, hiszen az Image Magic az egy konzolos program, amit elsősorban scriptekben használhatunk átméretezéshez, konvertáláshoz. Linux alá három népszerűbb vektorgrafikus program érhető el, a Shodipodi, a Sketch és az Inkscape. Hogy miért mégis az Inkscape-et választottuk? Hát egyrészt azért, mert az Inkscape sokkal dinamikusabban fejlődik, mint a Shodipodi vagy a Sketch. Teljes a fordítása, tehát a menürendszer és a gyors tippek is teljesen magyar nyelvűek. Továbbá funkcióbeli tudása is sokkal nagyobb. Következő dián láthatjuk, hogy a vektorgrafika általában miről is szól. Nincsenek pixeles, nincs pixeles méret, mivel jár ez? Utólag is tetszőlegesen nagyíthatjuk a képeket, hiszen ez nem vezet pixelesedéshez. Felhasználása. Hát a felhasználási területe az megegyezik a raster grafikus alkalmazásokkal. Azzal a különbséggel, hogy ahol a nyomdai technológia megköveteli csökkentett színpaletta használatát, ott egy vektorgrafikus program sokkal alkalmasabb a feladat elvégzésére. A vektorgrafikus képek szabványos formátuma az SVG, ami az XML-ből származtatott nyelv, tehát akár egy szöveges editorra is készíthetünk SVG képeket, ezeknek a megtekintése mondjuk konzolon lehet, hogy problémásabb, de van rá lehetőség. A következő dián megpróbáltam összeszedni azokat a funkciókat, amikkel az Inkscape rendelkezik, de a Linux alá elérhető többi vektorgrafikus alkalmazás nem. Hát ezek többsége elszórva a Shodipodiban, illetve a Sketchben megtalálható, de így együtt a könnyű kezelhetőséggel csak az Inkscape-ben párosodik. Az Inkscape-et az inkscape.org weboldalról tölthetjük le. Mind a forrás is elérhető, és emellett különböző disztribúciókhoz készített bináris csomagokat is letölthetünk a legtöbb népszerű disztribúcióhoz. Ilyet operációs rendszerhez. Igen, tehát egy cross-platform programról van szó. Hát a bináris, a Linux alá letölthető bináris csomagok mérete 4-5 megabájt, a Windows-os az 10 megabájt. Jó, hát ennek most okát ne firtassuk természetesen. Hát köszönöm a figyelmet. Nézzük meg az Inkscape-et. Na most ez tulajdonképpen ugye mivel minden disztribúción elérhető, illetve hát láttuk, hogy a Windows-os környezetben is megtalálható, hogy az természetes, hogy a különböző disztribúcióból ugye ugyanazt kapjuk. Tehát ez természetesen. A Windows-ban is ugyanazt kapjuk, mint a Linux alatt látunk? Ezzel még nincs tapasztalatom. Értem, a Windows-os Inkscape-ben. Nem vagy megszállott felhasználó, értjük. Jó. Hát nézzük meg az Inkscape grafikus felületét. Hát nagyon triviális az Inkscape kezelése. A megszokott billentyű kombinációk, mint Ctrl-Z visszavonás, Ctrl-Y a mégis, illetve újra végrehajtás, a Ctrl-X hivágás, Ctrl-C másolás, Ctrl-V beillesztés, illetve Ctrl-D duplikálás, amiket már megszokhattunk, az Inkscape-ben is ugyanígy használatosak. Van itt egy eszköz specifikus menüsáv, amiről még lesz később szó. Itt bal oldalt ezen a vízszint függőleges vonalon találhatóak az eszközök. Itt végig fogjuk nézni, hogy... Jó, most azt annyira ne nézegessük, mert annyira nem látjuk ilyen esetben, de... Megpróbálunk valamit tenni. Jó, igen. Jó.
Hát nézzük végig, hogy milyen eszközök vannak és milyen tulajdonságokkal rendelkeznek. Az első az a kijelölő eszköz, ezzel egyelőre nem foglalkozunk, mivel nincs nagyon mit kijelölnünk. Az első hasznos eszköz a nagyító. Itt az eszköz specifikus menüsávban megjelent pár új gomb, nagyítás, kicsinyítés, illetve olyan gombok, amikkel egyből a kijelölésre, illetve az egész rajzra nagyíthatunk rá, illetve megtehetjük azt, hogy a lappon beleférjen magasságban, illetve szélességben, és fix arányok is egy az egyhez, egy a kettőhöz, kettő az egyhez. A következő eszközzel téglalapokat, illetve lekerekített sarkú téglalapokat készíthetünk. A téglalapok készítésénél a Ctrl egy módosító billentyű, amivel az oldalak arányát megtarthatjuk, és négyzetet rajzolhatunk. A sarkok lekerekítésére két mód van. Az egyik az, hogy a csomópontok és kontrollpontok szerkesztés eszközzel az alap esetben a téglalap sarkában található két kontrollpontot mozgatjuk, illetve hogyha a téglalapok rajzolása eszköz aktív, akkor az eszköz specifikus menüsávban számadatokat is megadhatunk. A következő eszköz az ellipszisek rajzolása. A Ctrl billentyű ugyanígy módosító billentyű, ahol az arányokat, a két sugár arányát megtarthatjuk. Hogyha nagyon-nagyon eltérünk az aránytól, akkor egy a kettőhöz, illetve egy a háromhoz sugárarányú ellipszist is rajzolhatunk. Itt az ellipszisnek az a különleges tulajdonsága, illetve az eszköz specifikus menüsávban azt tehetjük meg, hogy egy nyitott, hát milyen ilyen? Tehát mint a kialapnánk egy cikkely belőle. Pontosan. Ezt ugyanígy a kontrollpontok mozgatásával is elérhetjük, vagy ha valamit nagyon pontosan szeretnénk, akkor a számokat beírjuk. Itt most látszik, hogy lehet állítani, hogy nyitott ellipszis ív legyen-e, vagy sem. A következő eszközzel szabályos alakzatokat, illetve csillagokat rajzolhatunk. Milyen tulajdonságai vannak egy ilyen csillagnak? Hát egyrészt a csúcsok száma, egy elég nagy számig növelhetjük 32-ig. Hogyha kipipáljuk a sokszög négyzetet, akkor szabályos sokszöget készíthetünk. Ami a sarkokat lekerekíthetjük ezzel az itt látható paraméterrel. Ami az érdekes, hogy negatív szám is megadható, ekkor érdekes alakzatok jönnek létre. Hát ezeket azt hiszem a hétköznapi életben viszonylag ritkábban szokták használni az ember. Igen, én is azt hiszem. Ami még a csillag eszköznél megvan, de a sokszögnél már nincsen, az az ág arány, amivel szintén kontrollpontok szerkesztése eszközzel érdemes csinálni. Az ágak hosszát módosíthatjuk, illetve el is csavarhatjuk kicsit, de hogyha nem akarjuk elcsavarni, a Ctrl billentyű lenyomásával szintén úgy irányíthatjuk, hogy megtartsa mindkét ága hosszát. Következő eszköz a spirál rajzolása. Kicsit megvastagítom a vonalat, hogy jobban látszódjon. De általában azt nem mondhatjuk, ugye, hogy a kezelése az tulajdonképpen a menünk keresztül történik, ugyanúgy minden hasonló programnál. Igen. Itt a legfontosabb trükk ugye a dologban az, hogy baloldalt a hasába kiválasztunk a funkciót, és ennek megfelelően ugye a felső bízszintes tartományból ugye az adott lehetőségek rögtön megjelennek, és ugye azzal tudjuk módosítani. Igen, igen. Nincsen olyan funkciója az Inkscape-nek, ami menüből nem érhető el, de van rá gyors billentyű. Uh-huh. Tehát itt közben sikerült a spirál megfelelő vastagság. Igen, hogy látszódjon is valami.
milyen tulajdonságai vannak. Van egy, hogy hány fordulatot tegyen meg a vonal. Növelhetjük, csökkenthetjük tetszőlegesen. A tágulása ilyen leggördülő csigaház-szerű alakzatokat hozhatunk létre. A belső sugár növelésével pedig állíthatjuk, hogy hol kezdődjön a spirálvonal. A következő eszköz a szabadkézi vonalak rajzolása. Gondolom, hogy legtöbben ezt szokták használni. Hát ezt is, persze. Ez, amit rajzolunk, ezt görbékké alakítja, amit a kontrollpontok szerkesztése eszközzel később módosíthatjuk. Kicsit ránagyítunk, hogy látszódjanak a pontok. Amikor egy görbével dolgozunk, és a kontrollpontok szerkesztése eszköz aktív, a menüsávban olyan a menüsávban lévő gombokkal hozzáadhatunk új kontrollpontot, elvehetünk, kettőt egybeolvaszthatunk, illetve beállíthatjuk, hogy egy kontrollpont az csúcsos legyen-e vagy sem. A következő eszköz szintén nagyon gyakran használatos és egyszerűen használható. Ez az egyenes vonalak és görbék rajzolása. Ez most éppen ezt lehet, hogy többen használjuk, mint a szabad kézi rajzolást. Igen, ezzel sokkal szebb hatást lehet elérni. Én ugye általában, amikor vektorgrafikás képet kell készíteni, akkor vagy adott, amit meg kell rajzolni, vagy ugye jön az alkotás öröm, hogy ki kell találni, hogy hogy nézzen ki, stb. Igen. Megrajzolod. És általában azért, mint olyan ilyen csillagok, meg ehhez hasonló motivumokat viszonylag ritkán tud az ember ilyenkor felhasználni. Hát a csillagokat, illetve sokszögeket úgy lehet felhasználni, hogy ha kijelöljük, akkor ez az Inkscape számra egy csillag. Hogyha az objektum, illetve lánc menüpont alatt a csillagot lánccá alakítjuk, akkor az egyenesekből, illetve görbékből álló, görbékkel határolt sík részé változik, aminek a kontrollpontjait szintén egyenként módosíthatjuk. Ez kis kitérő volt. Igen, mondjuk egyre kevésbé fog hasonlítani egy csillagra, talán még használható is lehet mondjuk olyan esetekben, amikor... Igen, hát mondjuk egy cég logóját mondjuk így szépen kirajzolgatja az ember, akkor azért szépen elvívelődik vele. Jó, a következő eszköz igazán érdekes, ez a szabad kézi vonalak rajzolása. Szintén játszhatunk a paraméterekkel a menüsávban. Ez, amit rajzolunk, valamilyen algoritmus szerint egy objektummá alakítja, ami szintén görbékkel határolt, és a kontrollpontokat tetszőlegesen szerkeszthetjük. A szövegeszköz és a pipetta van még hátra. Elő kell hívnunk a szöveg és betűtípus párbeszéd ablakot. Hogyha írunk valamit, mondjuk Inkscape, akkor annak a betűtípusát, illetve betű méretét szintén ebben a párbeszéd ablakban módosíthatjuk. Hát ez ugye a hagyományos megoldás. Hagyományos teljesen. A pipetta is szintén egy egyszerű eszköz. Azért kevésbé látszik, hogy a fekete, igen, így sem megy meg kék, tehát mindegy. Így már igaz. Jó. Hát egy objektumnak milyen tulajdonságai vannak, illetve hogy tudjuk azt módosítani? Az egyik az, hogy a réteg hierarchiában milyen magasan van. Ezt följebb és lejjebb vihetjük. Hogyha a kijelölő eszköz aktív, akkor itt van a menüsávban az objektumok előrébb, illetve hátrébb, illetve tetejére, aljára hozás gomb. Ennek a lekerekített sarkú téglalapnak a kitöltő színe az egy átlátszó kék. Ezt úgy is megnézhetjük, hogyha előhívjuk a kitöltés és körvonal párbeszéd ablakot, akkor itt van a színkeverő pult. Négyféle színkeverés közül választhatunk, ezek szintén a szokásos, megszokott
elpultak. Itt annyit még érdemes elmondani, hogy az itt látható RGB A kód végén a kétjegyű hexadecimális kód az alfa csatornát jelöli. Tehát a BF az jelen esetben azt szabályozza, azt mondja meg, hogy mennyire átlátszó ez a téglalap. Választhatunk lineáris, illetve radiális átmenetet egy objektum kitöltésére. Ezt az irányt és a színeket is tetszőlegesen szabályozhatjuk természetesen. Több fázisú is lehet a színátmenet, jelen esetben két fázisú csupán. Legyen mondjuk egy kékből egy világosabb kékbe. Szép. Köszönöm. Jó, kitöltés mintával ez a negyedik módja a kitöltésnek. Hogyha rajzolunk mondjuk egy csillagot, rajzoltunk egyet, de az most valahol lent van, úgyhogy ezt nem használjuk. És ezt a szerkesztés menüpontban csempévé alakítjuk, akkor ezt használhatjuk a téglalap kitöltésére is. Itt most ez hirtelen történt kicsit, tehát itt van a téglalapunk, és hogyha a mintának ezt a csillagot választjuk, akkor szépen telecsempézi a téglalapunkat. Ugyanúgy, hogy a kitöltésnek választhatunk homogén színt és színátmenetet, a körvonal színnek is választhatunk. A körvonal további paraméterét, a körvonal stílus fülön tudjuk módosítani. Ez képpontban, hogy mekkora szíves. Igen, pontosan, mondjuk legyen egy 10 pont. És megváltozott. Jó. Hogy mi ez a sarok, illetve vonal vég, az leginkább egy csúcson tudom megmutatni. Hegyes szögű csúcsot mutatunk. Jobb klikkel tudjuk elengedni. Nem tudni eligazodni rajta, mert annyi minden van. Hát törlünk egy kicsit, a del billentyűvel törölhetünk. Már ha meglenne a del billentyű is, de azért itt van. Jó, azt pont nem kellett volna. Igen. Kérlek, nyomd meg. Jó. Félrakjuk az objektumokat. Hát van egy csúcsunk. Legyen ez jó vastag vonal. Mondjuk 15 pontos. És ha a sargot legömbölyíthetjük, illetve lecsaphatjuk, de hogy még jobban látszik, hogyha ránagyítunk. Jó, ez ennyi. Nemrég került az Inkscape-be az a funkció, hogy a vonal végére, illetve elejére nyilakat tehetünk. Ez annyiban látszik, hogy ez még új, hogy nem színezi a nyilat a végén. Igen, tehát ez egy hasznos funkció, akárhogy is nézzük. Igen, persze azért. De ezt is megtehetjük, hogy a nyíl fölé rajzolunk egy objektumot, és csoportba foglaljuk a vonallal, és ugyanúgy használható, mint hogyha a része lenne a vonalnak. Jó, hát nagy vonalakban ennyi volna. Jó, elmenteni csak a saját formátumán tudjuk, hogy esetleg van többféle formátum? Nem. Van egy Inkscape a mentés ablakban, van egy olyan, hogy Inkscape SVG formátum, ez az alapértelmezett. Ez elmenti a segédvonalak helyzetét is, és a csillagoknak egyéb Inkscape specifikus tulajdonságait. Gyorsan nézzük meg, hogy segédvonalakat hogy rakhatunk be. Elvileg vonalzóról húzhatjuk be, gyakorlatilag viszont nem. Igen, általában így szokott ez működni. Gabó megsúgta, hogy aktív volt a mentés ablak. És láss csodát, tényleg. Kicsit csúszik az egér, pontosabban nem mozog. Köszönöm. Hát így működik. Hát, hogyha van időnk, akkor rajzolni. Ez a program el lehet bivelődni először. El lehet, persze. Jó, de a szépség a dolognak, ugye, hogy amit így elkészít az ember egy
most majdnem azt mondtam, hogy képet, de hát ez nem igazán jó szó rá, tehát elkészítek valamit, akkor inkább azt mondom, akkor azt, hogy a későbbi folyamán tudom méretét növelni, csökkenteni, stb. Nem eredményes minőségromlás, stb. Tehát, hogyha egyszer meccsel mondjuk a cégemnek a logóját, akkor azt a névekártyától kezdve, akár a egy méteres, mit tudom én, óriás plakátra is kitom. Pontosan tenni, ez az SVG formátumnak, ez a vektorgrafikának az előnye. Egyik. Na, pingvinum már eléggé türelmetlen. Még van valamit esetleg hozzá szeretni? Annyit még, hogy az Inkscape-el lehet közvetlenül PNG formátumba exportálni. Ekkor meg kell adnunk egy paramétert, a DPI-t, és ekkor megkapjuk pixelben a bitkép méretét. Ennyi volna. Ez hasznos, amikor nyomdának ez el tudjuk küldeni, hogy tessék, majd ilyet szeretnék. Vagy webgrafika például. Így van, vagy akár oda. Jó, ezzel lényegében befejeztük, ugye? Igen, ez egy rövid áttekintés, rövid, de teljes áttekintés volt. Hát annyit azért minden láttunk belőle, igen, hogy tehát körülbelül hogy kell alkalmazni ezt a programot, hogy lehet használni, milyen feladatok ellátására tudjuk használni. Most már tényleg csak azon múlik az egész, hogy el kell otthon nyitani, és már is lehet készíteni vele a különböző objektumokat, és használni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és megtartottad nekünk ezt az előadást.